Köszöntöm a nézőket, ez a Kempó magazin. A mai adásban a jubileumi 15. felcsútkupa nyílt nemzetközi Kempó bajnokságról tudósítunk Önöknek, amelynek története során először a vadonatúj és rendkívül impozáns Puskás Akadémia sport és konferencia központ az otthona. Az ünnepélyes megnyitón méltatta a Kempó harcművészet helyi, országos és nemzetközi sikereit Mészáros László felcsút polgármestere, a rendezvény fővédnöke. Laca Ádám Illés, a Magyar Kempó Szövetség elnöke pedig 5. danfokozatot adományozott a főszervező Kornéli Györgynek, a felcsúti Fehér Tigrisek Kempó HSE és a Magyar Kempó Szövetség alelnökének. Ez a felcsúti Fehér Tigrisek Kempó harcművészeti sportegyesület nagyon sok Európa bajnokot, világbajnokot adott Magyarországnak és adott a magyar kempó válogatottnak. Úgy látom, hogy Kornéli György mester munkája beérett az elmúlt 25 év, és az, hogy idestov ez a 15. verseny, mindenképpen egy fontos állomása, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi kempó életben is, és egy nagyon nagy mérföldkő minden évben a válogatott harcosok megmérettetésében. Köszönöm szépen az elnök úrnak ezúton is ezt a meglepetést. Az eddig elvégzett munkámért kaptam ezt az elismerést. Meglepődtem, nem is gondoltam, hogy ez itt most ezen a jubileumi rendezvényen így ebben teljesedik ki. Kornéli mester idén triplán jubilál. 3,5 évtizede kezdte kempós pályafutását. 25 évvel korábban honosította meg felcsúton a harcművészet ezen válfaját, és 15 éve hívta életre a felcsútkupát. Nagyon jó érzés, hogy már 15. alkalommal rendeztük meg ezt a versenyt. Amikor az ember elkezdi az első alkalommal, nem gondolja, hogy ebből lesz 5., 8., 12., 15. és ki tudja, hogy hol lesz a vége. És nagyon örülök, hogy ezen a gyönyörű szép helyen tudtuk ezt a jubileumi versenyt megrendezni. Köszönöm szépen a lehetőséget azoknak, akik ezt biztosították a számunkra. A spanyolországi világbajnokság előtti utolsó seregszemlére több mint 120 harcművész nevezett, mintegy 20 egyesület jóvoltából. Az idei felcsút kupán szinkronban a Nemzetközi Kempó Szövetség szabályzatával kata, fegyveres kata, önvédelem, semi-kempó, submission, knockdown, kempó kümite és full kempó kategóriákat hirdettek meg. A házigazda egyesület 14-16 éves korosztályú, 80 kg feletti versenyzője Cene Ferenc 4 versenyszámba nevezett az év első magyar bajnoki fordulóján. Ebből 2 már túl volt, mikor stábunknak nyilatkozott. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, szép a helyszín, eddig 2 kategóriába indultam, katába vagy 3. helyezést értem el, most volt a semi-kempó, most ez aranyélem lett. Az ellenfelem nagyon ügyesen taktikázott, de sikerült lehoznom a meccset. A későbbiekben submission és kempó kümite kategóriában egy-egy ezüstérmet is szerzett a felcsúti kempós. A Pomázi Páni Márk szintén 2 versenyszám után 2 érmes pozíciónál járt a 16-18 éves korosztály 70-75 kg-os súlycsoportjában. Eddig a várakozásaimnak nagyon megfelelt ez a nap, eddig tökéletesen teljesítettem, semi-kempó és submission számokba aranyérmet szereztem, meg vár rám egy full kempó szám, amivel remélem ugyanígy tudok teljesíteni. Az említett full kempóban végül bronzéremmel zárt Páni, aki arról is beszélt, milyen intenzitással gyakorolt erre a versenyre. Heti 5 edzésünk volt, minden nap lejártam edzésre rendszeresen, hétvégente is elkezdtem jitsuzni, szóval szerintem kellően felkészültem erre a versenyre, és remélem így is van. A kempó stíluson kívülről érkezett Bozori Imre, aki aranyérmes lett submission versenyszámban, felnőtt 65-70 kg-os kategóriában. Az első mérkőzés a vártnál nehezebben sikerült, bevallom őszintén, nagyon pozitívan meglepett az ellenfelem. Borzasztó erős is volt, meg
Ahogy éreztem, szerintem judós alapokkal rendelkezett, meggyűlt vele a gondom, hát extrametre került sor, hála Istennek sikerült győznöm, de megizzadtam nagyon keményen. Hála Istennek a következő mérkőzésem az viszonylag könnyen sikerült, van egy ilyen kedvenc technikám a repülő karfeszítés, ezt örülök neki, sikerült is eladnom, így rövidre tudtam zárni a döntő mérkőzést. Gémes Levente jött, látott és győzött, azaz szegedi jitsu versenyzőként aranyérmet nyert Kempó Kümitében a 12-14 évesek 60-65 kg-os súlycsoportjában. Az elején nagyon izgultam a menetek kivitele miatt, de a végén a magabiztosságom fölényeskedett és sikerült győznem a mind a két küzdelembe. Mit kért az edzőt, hogy mit valósítsál meg? Azt mondta, hogy legyek magabiztos, és ne zökkentsen ki semmi egyáltalán. Gémes végül nem állt meg egy aranynál, Submissionben is megnyerte a felcsút kupát. Majsai Gergő mérlege 2 arany és 1 ezüstérem volt ezen a napon. A csepeli PDM Gym harcosa a 16-18 évesek 70-75 kg-os mezőnyében indult. Nagyon jó volt, nagyon kemény volt, ugye a föltartott azt sajnos nem tudtam megnyerni. A full contact mérkőzésem az elsőnél ott hoztam a mérkőzést földrevitelekkel, elütöttem az ujjam ezért a döntőben és szlovák ellen, csak extra menettel tudtam nyerni, de a lényeg, hogy az arany meglett, és nagyon jó volt. Ódor Lilit már jól ismerhetik a tévénézők. A válogatott kempós, aki versenyről versenyre halmozza az érmeket, ezúttal is kitett magáért. A hegyvidék harcosai utánpótlás korú üdvöskéje 3 első, 2 második és 1 harmadik helyezéssel bizonyított. Viszonylag elégedett vagyok a teljesítményemmel, vannak pillanatok, amiket inkább semmissé tennék, ha lehetne, de sajnos ezt nem tehetem, úgyhogy ezzel kell elégedetnek lennem. Sikerült elfáradnunk, de nagyon színvonalas lett a verseny. Az áprilisi VB-re készülő valamennyi válogatott tagságra pályázó Kempóka tatamira lépett a versenyen. A tavalyi szezont elsöprő sikerrel záró újfehértói Kempó HS-ét ezúttal sem tudták letaszítani csapatversenyben a dobogó legfelső fokáról. A kelet-magyarországi klub a 2. Jászárok Szállási Firewolfot és a 3. Herceghalmi Kempó Dozsót szorította maga mögé. Szeretnénk az idén is mind a 3, vagy mind a 4 bajnoki fordulót megnyerni, hát már az első megvan, de tavaly mi lettünk a bajnokok, és 18 évvel jöttünk erre a versenyre, a szép új sportcsarnokba. Ebből 8 válogatott versenyzőt hoztunk el, aki majd szerepelni fog a spanyol VB-n, és nagyon szépen szerepeltek a gyerekek. Csapattal maximálisan elégedett vagyok, mert sokat készültek a srácok, és egész jó teljesítményt hoztak. Sőt, van olyan kis srác közöttük, akik abszolút megszicsértem, mert sokkal jobban hozta azt a formát, mint amit az edzéseken is tud teljesíteni. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a Herceghalmi Kempó Dojo-ra. Mindenki megtett olyan dolgokat, amiket eddig nem, tehát tényleg kitettek magukért. Ugyanúgy a válogatott szintű versenyzőim hozták azt a formát, amivel gyakorlatilag a világbajnokságon részt vehetnek, és elmondhatom, hogy volt 3 új versenyzőm, akinek első verseny, nagyon kitettek, és arany és ezüstérmet szereztek. Ami pedig az első 6 hely folytatását illeti, 4. lett a Buda Jenő Kempó Klub, 5. zárt a házigazda felcsúti Fehér Tigrisek, míg a 6. pozíciót a Pomázi My Gym szerezte meg.
Kedves nézők, ennyi fért a mai adásba. A legközelebbi Kempó magazinban már a spanyolországi világbajnokságról jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Műsorunk támogatói a Duna Aszfalt Kft., a Mészáros és Mészáros Kft., a Shield Protection Service Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Tipmix, a Vivien Ásványvíz és a Munkavédelem Plusz.